és hát kártázatosabbat egyes bemutató. Elárulhatom önöknek, hogy még a sokat látott zsűri legszigorúbb tagjainak is leesett az álla egy-egy kollekció láttán. Úgyhogy szerintem bárcsak kijelenthetjük, hogy egy valóban nemzetközi színvonalú mesés produkciót láthatunk. Egy igazi divat ünnepséget itt a Szépen Részleti Múzeumban. Na de ha már említettem őket, kérem engedjék meg, hogy a színpadon szólítsam a zsűri tagjait, szíves kérdenek felfáradni. Közben pedig kérem engedjék meg nekem, hogy itt a színpadon külön köszöntsek valakit, aki nélkül nem csak ez a mai este nem jöhetett volna létre ebben a formában, de tulajdonképpen maga a Honvoltúra pályázat sem kellett volna illetve. Kérem szépen fogadják szeretettel és tapsal a színpadon Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes urat. Tettem már arról, hogy itt van körülben egy hölgy, a legkeresettebb magyar modell, aki most már tényleg évek óta öregtítik Magyarország hírnevét, bármerre járjon is a világon. Most kérném szépen, hogy akkor fogadják szeretettel a színpadon Mihalik Enikőt is.
És akkor, ahogy ígértem, a Gombold újra divat a magyar pályázat eredmény hirdetését. Most élőben kapcsoljuk a szó a helyszínen, a Sopany Zoltánnak. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a TV2 élő közvetítésének nézőit. Én egészen biztos vagyok abban, hogy önök között is akadnak szép számmal, akik úgy gondolják, itt az ideje, hogy végre a divat tekintetében is megmutassuk a világnak, milyen is a magyar virtus. Most azt kell mondanom, hogy a lehető legjobb pillanatban csatlakoztak hozzánk, hiszen itt a Színművészeti Múzeumban elérkeztünk a Gombold újra, divat a magyar öltözet tervezése pályázat első helyzetjének kihirdetéséhez. De ugye, mis uraim, a díjajáró anyagi elismerés 450 000 forint, továbbá az első díjas ősszel a Tisztautazási Központ jóvoltából szakmai tanulmányok keretében elutazhat majd a London Fashion Week-re, vagyis Európa legfontosabb, illetve egyik legnagyobb divat ünnepére. Ezen túlmenően a Gombold újra győztese részletesen bemutatkozhat majd a glamour nyári számában, és nem is akárhogyan. Egyrészt a címlapon, másrészt pedig a legsikeresebb magyar modell, Mihalik Enikő viseli majd a ruháját. A díj átadására tisztelettel megkérem a zsűri két tagját, Papvári Korbálát, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelős helyettes államtitkárát, illetve Topek Gábor urat, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektorát, egyben a zsűri elnökét. Tisztelt vendégeink, kedves nézők, elérkezett tehát a nagy pillanat. A Gombold újra divat a magyar pályázat első díjasa 2011. május 8-án itt a Budapesti Színművészeti Múzeumban. Gyöngyösi Renáta, a Metalik Fordulón direkciójában.
a 400 tervez